Üdvözlöm a stúdióba Kubatovics Áront, a társaság az Élhető Szentendrét Közhasznú Egyesület képviselőjelöltjét, mégpedig a 2. számú választókerületben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és először talán egy kis bemutatkozást, ha kérhetnék Öntől, hogy mi az, amit szeretne elmondani önmagáról a választópolgároknak. A nevemet már mondta. Én nem csak, hogy Pannonia telepen indulok, hanem ott is lakom. 35 évvel ezelőtt születtem, még Szentendreiként, mert akkor még volt szülőotthon Szentendrén. Kevesen mondhatják most már el ezt magukról, hogy a személyükben Szentendre van írva a születési helyre. Itt nőttem föl, itt jártam iskolákba. Azt hiszem, hogy talán 20 éves korom óta különféle civil szervezetekben veszek részt, és egy évet leszámítva mindig is itt éltem Szentendrén. Miért döntött úgy, hogy indul a választásokon? Hát, szóval ez nem egy egyszerű döntés az ember életében. Tehát van egy pont, amikor úgy érzi, hogy nem elég csak közéleti aktivitásban részt venni, hanem azt mondja, hogy a tevékenyem bele is próbál szólni a szűkebb vagy tágabb lakókörnyezetébe. Nálam ez a pont, ez valamikor tavaly jött el, amikor így éreztem, hogy komolyabban kéne ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy vannak gondolataitok a fejemben. Azt gondolom, hogy hasznos tudnék lenni nem csak Pannonia telepnek, Szentendrének. Innentől kezdve adja magát a dolog, hogy ha az ember ezzel foglalkozni akar, akkor el kell indulni az önkormányzati választáson. Ebben hála Istennek partner volt a Társaság az Élhető Szentendréért civil egyesület. Mik azok a dolgok, amikre akár a TESZ tagjaként, akár magánemberként büszke lehet, amit tett már Szentendréért? Én alapítója voltam a 11-let ifjúsági egyesületnek. Ez egy 10 évvel ezelőtti civil szervezet. Ott elég sok mindent csináltunk, konferenciáktól kezdve különféle fesztiválokat is szerveztünk. Az egy 5-6 éven keresztül elég jól működött. Partnerség viszonyban is voltunk a várossal. A civil szervezet működik még, de nem az én elnökségem alatt. Különféle más civil szervezetekben dolgoztam, alapítója vagyok a művészköztárságnak. A leginkább, ami egy ilyen szívszerelem, az a Volt Egészségházból egy ifjúsági kulturális intézménnyé való alakítása. Ez is egy olyan projekt, amit kívülről nehéz lesz megcsinálni. Ha a választók fölhatalmaznak és azt mondják, hogy én menjek be a képviselőtestületbe, akkor belülről valószínűleg könnyebben lehet ezt elérni, hogy abból egy integrált közösségi, ifjúsági szabadidőközpont legyen, kulturális vonalon mozgó szabadidőközpont legyen, mert most egyébként ott áll üresen évek óta. Mik a tervei, mik azok a fontos fejlesztések, célkitűzések, amiket szeretne megvalósítani, hát elsősorban nyilván a 2. számú választókerületben? Bontsuk ketté. Tehát, vannak egyrészt a Pannonia telepi ügyek. Ezeket egyébként mindenki tudja, nem nagyon tudom ugyanakkor, hogy miért nem csinálják meg. Tehát lehet tudni pontosan, hogy a Rózsa utcának rossz a közlekedése, az Irányi Dániel utcában a lakók nem szeretik, ha a teherautók vannak. Most ezt úgy oldották meg gyorsan, hogy kiraktak egy jobbra kanyarodni tilos táblát. De ezeket mindenki tudja, hogy a Pannonia telepen az utcák elképesztő állapotúak. Tehát, hogy 2014-ben továbbra is úgy közlekednek az emberek, hogy ha esik az eső, akkor a csizmájuk térdig saras. Tehát ez egyszerűen nonsense. De ezeket mindenki tudja, ezeket egyszerűen meg kell csinálni. Ezek nem olyan iszonyú pénzek. Az, hogy nem lehet bejutni gyalog a városba, nem lehet kerékpáron normálisan bejutni a Pannonia telepiek, úgy érzik, hogy a városnak vége van a hévállomásnál. Tegnap egy választópolgár azt mondta, hogy őket az háborítja fel, és egy évre szimbolikus, hogy amikor virágosítják a 11-est, akkor a hévállomásig van virágosítva, nem tovább. Ezek a helyi ügyek. Ugyanakkor egy olyan misszióval megyek be a város testületébe, a képviselő testületébe, reményeim szerint, amely ennél azért túlmutat. Én azt gondolom, hogy nem az a feladat egy önkormányzati képviselőnek, hogy havonta bemenjen és nem gombokat nyomogasson akkor, hogyha ellenzékben van, és igen gombokat akkor, hogyha kormányozza a várost. Kommunikálni kell a lakókkal, közösséget kell alakítani, kanalizálni kell a lakóknak az ügyeit, egyszerűen a képviselőnek az a dolga, hogy intézze a közösség ügyeit. Ez egy más típusú szemlélet, mint ami eddig volt. Ez az egyik legfőbb misszióm. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a választásokon.